Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma ismét egy segítő, nyújtó videó lesz. Szóval, ugye az előző részben elmagyaráztam a Zafirnak a lényegét, a mostani videóban el fogom magyarázni, hogy hogyan kell levédeni a szerverünkön. Ugye, először felszeretném mindenkinek a figyelmét kelteni, hogy törölve lettek az előző plugin által levédett zónák, ugye, amit az előző videóban lehetett látni a 100 millió tétbe. Szóval, ajánljuk, hogy mindenki jöjjön fel minél előbb, és akkor védje le ugye a mostani levédés plugin-nal, ami valószínűleg nem fog módosulni, szóval nem kell félni. És igen, szóval a mostani plugin, amit ugye használunk, az ugye a régi Z-mod. Ugye ezt már szinte mindenki tudja használni, de azért bemutatom, ugye, mert lehet, hogy valaki nem ismeri, hogy kell, vagy valami. Szóval, ahogy lehet látni, ugye itt a területünk, ugye a 100 millió tétből. Itt van Bence ládája. Szóval, fogjátok, és akkor mondjuk, mit tudom én, innentől akarjátok, innentől mondjuk idáig, mindjárt oda megyek. Mondjuk idáig például, hát mondjuk, idáig, tegyük fel, idáig. És akkor beírjátok, hogy per Z-mod. És akkor utána kreatív, és akkor egy területnemet ki kell találnotok, például mondjuk Alex háza jelenleg. Szóval létrehozta egy új zónát, Alex háza. Ugye lehet ezt expandelni, ugye sok ember ezt nem tudja, hogyan kell használni, ezt úgy kell igazából, hogy 128, szóval itt elmondom, ez nagyon egyszerű használni egyébként. 128, és akkor ugye, ja, a zóna neve, szóval Alex háza, 128, és akkor mondjuk up, és akkor mondjuk down. És akkor most igazából az égtől, ugye a bedrockig le van védve a terület, magyarul csak a, hát a terület ugye, ami számít. És ugye ezt meg tudjátok mondjuk, mit tudni, arra csinálni, south, east, north and west. És ugye csak a up vagy valami helyett, ugye azt írjátok. Na, igazából ennyi a levédés. Ugye igazából itt még van egy pár parancs, amit beszeretnék mutatni. Ugye az Z-mod alov, az és a zóna neve, és utána a játékos neve fogja hozzáadni a játékosokat ugye a zónáthoz. Ugye csak egy zónához, ugye a zóna neve alapján, ugye. Disallow, az meg ugye igazából, hogy eltávolítod a zónából. A flag az egyenlőre még nem jött be a szerverre, szóval azt hanyagoljuk. És utána az info, csak egy infót mutat mondjuk, mint én per Z-mod info, Alex háza. És akkor itt van, hogy flagek, PvP, interact, protection, és akkor O, mint owner, szóval tulajdonos. És ott van a nevem, a kis karakteremnek, ugye. Visualize az igazából egy olyan dolog, hogy beírjátok, hogy visualize, és akkor... Jó, rosszul értem be mi. Visualize. És akkor megmutatja, hogy igazából mit jelöltetek ki, látjátok? Szóval, igen, ennyit csinál igazából ez a... Jaj. Parancs. És ugye akartak törölni egy zónát, akkor Z-mod delete. Ugye kettő eszköz kell ugye a levédéshez, hát már mint igazából csak egy, de hát hasznos a másik. Ugye ezt meg tudjátok nézni, hogy le van-e védve valahol. Ugye? Ez ugye már le van védve, szóval látjátok. És igazából ennyi, szóval ez a levédés igazából eléggé könnyű, sok ember nem tudja, hogy kell használni, viszont tényleg nagyon egyszerű, ugye direkt ilyen nehezebb területen mutattam meg, mert ha mondjuk egy egyszerű területen mutatnám meg, akkor ugye az túl egyszerű lenne, és ha mondjuk mit tenni, valaki ugyanilyen szituációban van, mint én, hogy ilyen területet akar levédeni, akkor nem tudja, hogy kell levédeni, mert ugye csak olyan szituációt mutattam, ami egy kockaházat véd lesz, szóval igazából így kell levédeni tényleg egy normális területet, ugye. És ennyi igazából ez a videó, köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, iratkozzatok fel, és ha akartok még több ilyen videót, meg alapból videót a csatornán, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel.